Az úgynevezett döngölővel felszerelt jégvirág 10-es jégtörő hajó indul a tiszadobi kikötőjéből jeget törni a Tiszán szerdán délelőtt. Az elmúlt napok enyhébb időjárása miatt olvadni kezdett a folyón lévő jég, a felsőbb szakaszokról érkező víz pedig folyamatosan bontja a megrepett jégtáblákat. A jégtorlaszok a tiszalöki vízi erőmű műtárgyait is veszélyeztethetik, ezért döntöttek úgy a szakemberek, hogy a Tiszadobon állomásozó két jégtörő hajót a Tisza felsőbb szakaszaira közvetlenül a víz lépcsőhöz küldik. A hajók által megnyitott folyosón már le tud vonulni a jég. A kialakult helyzetre való tekintettel ma a délelőtti órákban a tiszadobi állomás helyen lévő és természetesen december közepe óta melegen tartott jégvirág 1 és jégvirág 10-es jégtörő hajópár megkezdett egy folyosónak a nyitását Tiszadob és a tiszalöki vízlépcső alatti folyószakaszon. Ugye az első fontos feladat, hogy ezt a folyosót egyáltalán meg tudják nyitni ezek a jégtörő hajók, illetve utána folyamatosan fel kell tartani azért, hogy a jég a későbbiekben könnyen mozgatható legyen, és ahogy említettem, a duzzasztó mű alatti folyószakaszon jégtorlasz ne alakuljon ki. A jég a tiszalöki erőműnél okozhat problémát. Az áramtermeléshez az erőmű és felvízi és alvízi szakaszai között legalább másfél méteres szintkülönbség szükséges. Ha ettől kisebb a duzzasztás, akkor az erőmű gépeit le kell állítani. Amikor a jég beáll a folyami vízerőművek előtti öblözetben, az önmagában nem egy rossz üzemállapot, addig, amíg a jégtakaró egybefügg. Ilyenkor ugyanis nem érkezik uszadék a folyóval, és ez nem okoz nekünk veszteséget. A turbinák előtt van egy rács szerkezet, amelyet gerebmezőnek hívnak. Ez azt a célt szolgálja, hogy a folyón érkező uszadékokat felfogja. Amikor megszakad a jég, akkor, és az erőmű üzemel, akkor a jég feltorlódik ezen a rácson, amely egyrészt fizikailag veszélyezteti a rácsnak a állapotát, illetve a feltorlódó jég torlaszt okozza az erőmű előtt, amely veszteséget jelent. A szakember hozzátette, ilyen esetben csökkenteni kell a vízerőmű turbináinak teljesítményét, de nagyobb jégtorlaszoknál akár teljesen leállíthatják az áramtermelést is. Jelen esetben egy árhullám érkezett a folyón, ami miatt megszüntették a duzzasztást a tiszalöki erőműnél, tehát jelenleg a tiszalöki vízerőmű nem üzemel, a turbinákon nem folyik át víz, tehát jelen pillanatban az egybefüggő jég még továbbra is fennáll az erőmű előtt, és ez most jelenleg mechanikai károsodást, illetve ilyen közvetlen veszélyt nem okoz. A leállás nem egyedi eset, a tavaszi árhullámok idején általában hosszabb időre is leállíthatják a tiszalöki vízlépcsőt.